Jó estét kívánok! Önök a Kecskeméti Televízió híradóját látják 19 órától. Nézzük, miről szólnak mai híreink. Megújul az 52-es számú főút és az 54-es főút egy-egy szakasza. Továbbra is december 11-ig vannak érvényben a koronavírus miatt bevezetett szigorító intézkedések. Nem csak bevásárolnak nekik, a gondoskodó szolgálat önkéntesei praktikus információkkal is ellátják a telefonálókat. Megújul az 52-es főút Kecskemét és Solt közötti szakasza, de az 54-es út Kecskemét és Solt közötti részét is felújítják 2021 és 2022 között. A felújítások több szakaszban zajlanak majd, hogy a lehető legkevésbé zavarják a forgalmat. 228 kilométeres útszakasz újul meg Bácskiskun megyében 2021 és 22 között. A régvárt felújítások az 52-es és az 54-es főutat, Kiskunmajsa be- és kivezető szakaszait, valamint több kisebb, alsóbrendű utat érintenek majd. Az 52-es út Kecskemét és Solt között közel 40 kilométer hosszan újul majd meg. Az érintett útszakaszon négy körforgalmat is építenek, az Ágasegyházi, a Kerekegyházi, a Szabadszállási és az Állampuszta Hortai leágazásnál. Ezen az úton rengeteg baleset történik, ami főként a kereszteződéseket érinti. Ha megújul egy út, akkor mindig szágoldásra csábít, ezek a körforgalmak viszont időről időre azért be fogják lassítani annyira a közlekedőket, hogy nem lesz egy partalan versenypálya ez a, az öt, megújult 52-es út. Az 54-es úton a Jakapszálás és Bócsa közötti útszakasz megújításával összesen 40 kilométeres új útszakasz lesz. Jakapszálás előtt kezdődik a felújítás, és Bócsa előtt fejeződik be. Ez nem azt jelenti, hogy hogy a Soltvatkertig nem kerülne felújításra, hiszen már a Bócsa-Soltvatkert közötti útszakasz egy korábbi felújítási tervben meg, megújult. A régvárt felújítások legnagyobb nyertesei az 52-es tekintetében dr. Salac László szerint Solt és Kecskemét, valamint a két város közötti települések, Kerekegyháza, Szabadszállás, Fülöpháza, Fülöpszállás és Izsák. Az 54-es főút felújításából, mely a déli részt köti össze Kecskeméttel, Soltvatkert, Kiskunhalas és Bócsa települések profitálhatnak a legtöbbet. A munkálatok a tervek szerint több szakaszban zajlanak majd, annak érdekében, hogy csak minimálisan akadályozzák az útforgalmat. Meghosszabbította a veszélyhelyzetet 2021. február 8-áig a kormány az országgyűlés döntése alapján. A jelenleg hatályban lévő korlátozások továbbra is december 11-ig vannak érvényben. A szerdán megjelent sajtóhírekkel ellentétben a jelenleg hatályban lévő korlátozó intézkedéseket nem hosszabbította meg a kormány, azok 2020. december 11-ig maradnak érvényben. A kormány a veszélyhelyzetet hosszabbította meg az országgyűlés döntése alapján 2021. február 8-ig, hangsúlyozta kis Robert rendőr Alezredes az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján. Müller Cecília országos tisztifőorvos a PCR-tesztek kapcsán elmondta, a koronavírus teszt elvégzésének előfeltétele, hogy előtte három órával sem ételt, sem italt fogyasztani nem szabad. Amennyiben a laboratóriumi adatok bizonytalanságot mutatnak, vagy nem megfelelő a mintavétel, akkor értesítik erről az érintetteket. A koronavírus.gov.hu oldal ma is közölte az adatokat közelíti a 120 ezret az aktív koronavírus fertőzöttek száma hazánkban, miután újabb 4290 magyar állampolgár szervezetében mutatták ki a vírus jelenlétét. 7499 covidos beteget ápolnak kórházban, közülük 581-en vannak lélegeztetőgépen. Továbbá az elmúlt 24 órában 99-en haltak meg a fertőzés következtében. Az operatív törzs jelenleg 325 óvodában és 51 általános iskolában rendkívüli szünetet, 362 általános iskolai osztályban és 27 általános iskolában digitális tarrendet rendelt el. Otthon tarthatja óvodás gyermekét az a szülő, aki úgy dönt, hogy a koronavírus járvány miatt nem szeretné, hogy gyermeke óvodába járjon. A kérést az intézményvezető hagyja jóvá, az igazolást pedig a szülő vagy orvos állíthatja ki. Sok kisgyermekes szülőben felmerül a kérdés a vírusos időszakban, mi a teendője, ha azt szeretné, hogy óvodás gyermeke átmenetileg ne vegyen részt az óvodai nevelésben. A szülő otthon tarthatja az óvodás gyereket, ezt ő maga igazolhatja, vagy orvosi igazolás szükséges hozzá. A kérelmet az intézményvezetőhöz kell a szülőnek beadnia, tudtuk meg a fenntartótól. A gyermek távolléte maximum egy hónap lehet, de az intézmény vezetővel egyeztetve a szülők kérésére ezt az időszakot meg lehet hosszabbítani. A legfontosabb, hogy a gyermek egészségesen térjen vissza a közösségbe. A szülőknek amiatt sem kell aggódniuk, hogy nagy gyermekük a hiányzás miatt nem mehet iskolába, ugyanis az iskola érettségről az óvoda pedagógiai véleményének figyelembe vételével szakértői bizottság dönt. Jövő héten újra elindul a Cédrusnet Halló Itt vagyok elnevezésű beszélgetőtárs szolgáltatása. A gondoskodó szolgálat önkéntesei tehát pár nap múlva már a rászorulók lelki egészségével is foglalkoznak majd, amire egyre nagyobb az igény a jelenlegi pandémiás időszakban. Mint azt megszokhattuk, a gondoskodó szolgálat önkéntesei bevásárolnak, csekket fizetnek be és gyógyszertárba járnak, így segítve az arra rászoruló időseket. Az esélyautóval bár kiszélesítették a szolgáltatásaikat a fogyatékkal élőkre is. Ennél sokkal többet ad a gondoskodó szolgálat. Nagyon sokan természetesen idősebb, egyedülálló személyek, hát félnek, rettegnek, nem tudják, mi vár rájuk, bizonytalanság van. Ezeket a hívásokat is szívesen fogadjuk, próbáljuk megnyugtatni őket illetve tavasszal is működött egy halú, Itt vagyok telefonos szolgálat, ahol kortárs önkéntesek tulajdonképpen ilyen esetekben várták a hívásokat és egy ilyen kötetlen beszélgetést akár több óráig ö, tudtunk biztosítani. Ezt a szolgáltatást a jövő héten fogják beindítani. Már most is azt tapasztalható, hogy sokan információk miatt keresik meg a gondoskodó szolgálatot. Az önkéntesek praktikus tudnivalókkal is ellátják a telefonálókat. Hogyha valakit mégis kórházba kell mennie, hogyan kell erre fölkészülnie, mit készítsen elő, előre hogyha négy fal közé szorulunk, akkor milyen testmozgási lehetőségek vannak, milyen gyakorlatokat érdemes elvégezni, illetve hát egyáltalán, hogy az időt hogyan üssük el, ehhez nyújtunk szabadidő kultúrafogyasztásához, kultúra fogyasztásához, online módon elérhető forrásokat, híreket, ötleteket. Mivel megszaporodtak a telefonhívások, a segítségkérések száma, ezért a Cédrus net tagjai és a híres Agóra munkatársai mellett még több önkéntesre van szükség, mind a diszpécser szolgálathoz, mind pedig a délutáni bevásárlásokhoz, kiszállításokhoz. Aki szeretne jelentkezni, szeretne segíteni, az a gondoskodó szolgálat közösségi oldalán megtalálható elérhetőségek valamelyikén megteheti. A vírushelyzet miatt különböző speciális intézkedéseket kellett bevezetni a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál is. A hatékony védekezés érdekében az épületekbe való belépésnél minden kilázát megmérik, és természetesen kötelező a maszk használata és a kézfertőtlenítés is. Hőmérséklet ellenőrzéssel léphetnek csapva a rászorultak a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szolgálat a utcai Nappali melegedőjébe és hajléktalan szállóiba. A vírushelyzet miatt a szeretett szolgálat már szigorú szabályokat is bevezetett annak érdekében, hogy megvédjék az ellátottjaikat és munkatársaikat. Itt ugye ez egy gyűjtő hely lenne, ami most a rend, mostani állami intézkedése következtében ugye ezeket, ezek használatát mellőzni szükséges. De ezeknek az embereknek valóban be kell húzódniuk. Így hát olyan fajta alapvető védőszabályokat tudtunk bevezetni, illetve használni és felhívni az átotjaink figyelmét, mint például a maszk használat, a készfertőtlenítés kötelező vététele, illetőleg az egymástól való távolságtartása való folyamatos figyelemfelhívás. A népkonyhán az étkezések előtt mindig elvégzik a fertőtlenítéseket, illetve a rászorulók dobozban kapják meg az ételüket. Dr. Rigó Orsé, a Magyar Máltai Szeretesszolgálat Dél-Alföldi régió ügyvezetője elmondta, nem egyszerű kivitelezni a maszk használatot, mivel az ellátottak ott étkeznek, éjszaka pihennek és tisztálkodnak. Mivel a védőeszközök beszerzése sem egyszerű számokra, így a szeretelszolgálat kérés esetén az általuk készített maszkokat tudják biztosítani részükre. A tavaszi COVID időszaka alatt akkor az önkénteseink százszámra varták több településen a régióban a maszkokat, és ezeket biztosítjuk kérésre, igény szerint az ellátottak részére is, ugyanúgy a Hofmajás utcában, úgy, mint a matkójuton úton is. A regionális ügyvezető azt is elmondta, hogy a Matkói úti hajléktalan szálló használók számára az intézmény elhagyási és látogatási tilalomban érvényben. Kecskemét a demenciával élő polgártársait befogadó közösségé, demensbarát környezetet kialakító településé kíván válni a közeljövőben. A városban elkezdődött a demencia koordinátorok hálózatának kiépítése. A szakemberek közreműködésével és koordinációjával a beteg a személyes szükségleteihez illeszkedő gondozásban részesülhet. Kecskeméten 5 demencia koordinátor látja el a fenti feladatokat várhatóan 2021. januárjától. Kecskemét a demenciával élő polgártársait befogadó közösségé, demens barát környezetet kialakító településé kíván válni a közeljövőben. Olyan várossá, amely a szakemberek szoros együttműködésén alapuló megoldásokat kínál, a demenciával érintettek, a családtagjaik, valamint a velük foglalkozó szakemberek számára is. Kecskemét közgyűlése a képviselők egyhangú támogatásával fogadta el 2019-ben a város idősödési és idősügyi koncepcióját. A fenti célok figyelembevételével indult el a Kecskemét Demencia Akcióprogram 2020-2022 elnevezésű program az önkormányzat és a Módusz Alapítvány együttműködésében. Első lépésként egy helyi demencia kutatásra került sor, amelynek eredményeként már meg is kezdődött kecskeméten a demencia koordinátorok hálózatának kiépítése. Ezek olyan magasan képzett szakemberek, akik segítenek az érintetteknek és családtagjaiknak a személyre szabott tájékoztatásban, továbbá a rendelkezésre álló lehetőségek, kapacitások feltérképezésében. Kecskeméten öt demencia koordinátor látja el a fenti feladatokat, várhatóan 2021. januárjától az egészségügyi és szociális intézmények igazgatóságának alkalmazásában. A koordinátori hálózat kiépítése mellett az akcióprogram további fontos eleme a korai diagnosztika hatékonyságának fejlesztése, a szakemberek demencia specifikus képzése, a korszerű digitális jóléti technikák elterjesztése és a hozzátartozói önsegítői csoportok támogatása. Az akcióprogram további részleteiről az érdeklődők tájékoztatást kaphatnak a nemrégiben létrehozott Ginkonet Kecskemét közösségi oldalon. Nyugtatót kevert kislány a cumi süvegébe egy kecskeméti nő, aminek következtében a gyermek életveszélyes állapotba került. Az eset 2020. márciusában történt, a Bácskiskun megyei főügyészség most vádat emelt az anya ellen. A nő 8-9 szem nyugtatót kevert a három éves kislány barack levébe. Ha nem a kórházban történik a mérgezés, a gyermek meg is fulladhatott volna. Az élete azon múlott, hogy az orvosok azonnal el tudták kezdeni az intenzív ellátását. A kecskeméti nő így akarta bent tartatni a kicsit a kórházban. Azt állította, hogy a gyermek otthon belázasodott és fél óránként elájult. Ennek azonban semmi nyoma nem volt akkor, amikor a kórházban az ügyeletes orvos megvizsgálta. A kórház értesítette a rendőrséget és a gyermekvédelmet. A helyszínre érkező rendőrök a vádlottól lefoglalták a nyugtatót. A főügyészsége a letartóztatásban lévő vádlottat életveszélyt okozó testisértés sértés büntettével vádolja, és végrehajtandó börtön, valamint közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta vele szemben. Az ügyész azt is indítványozta, hogy a bíróság kobozza el a mérgezéshez felhasznált nyugtatót, és szüntesse meg a vádlott szülői felügyeleti jogát a sértett esetében. A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti Törvényszék dönt. Még a járványügyi szigorítások előtt hirdette meg a Kecskeméti Kortás művészeti műhelyek Dobány Sándor Ferencinoémi díjas keramikus művész kiállítását a Kápolna Galériában. Az időközben bevezetett intézkedések következtében a tárlatot ugyan megrendezték, de csak online látogatható. Mesterkúzust vezet a porcelánöntéshez szükséges gipszforma készítéséről a Nemzetközi Kerámia Stúdióban a 66 éves Pécset élő kiváló keramikus művész Dobány Sándor, akinek ma online kiállítása nyílt a Kecskeméti Kortás Művészeti Műhelyek Kápolna galériájában. Dobány eredetileg gipszforma készítő szakmunkásként kezdett dolgozni a Pécsi Zsolnai gyárban. Nem volt önbizalma művészeti gimnáziumba jelentkezni, bár kora gyermekkorától kezdve ügyesen rajzolt. Rendszeres művészeti képzésben a későbbiekben sem részesült. Autodidaktaként mestereinek mások mellett Lantos Ferenc festőművészt és Csiki Tibor szobrászművészt tekinti. A 80-as évek közepétől kezdett funkcionális kerámia tárgyakat, többek között teáskannákat készíteni, amelyekkel azonnal nagy szakmai visszhangot keltett és díjakat is nyert. Választott nyersanyaga a porcelán, amihez a kezdetektől kezdve hűségesen ragaszkodik. Jelenlegi kecskeméti kiállításán funkcionális porcelántárgyakat, teáscsészéket és kancsókat mutat be, amelyek kivétel nélkül forma kísérletek is. A tárlat más tárgyaiban például faragott porcelántárgyakat vagy finom, míves grafikai munkákat tár a közönség elé. Dobány Sándor kiállítását az újabb tárlat megnyitásáig január közepéig tartja fenn az intézmény. A tárlat anyagát a Kecskeméti Kortás Művészeti Műhelyek honlapján, Facebook oldalán és Instagram oldalán tekinthetik meg. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. Megújul az 52-es számú főút és az 54-es főút egy-egy szakasza. Dr. Salac László országgyűlési képviselő szerint az útfelújítások egyik nagy nyertese Kecskemét. Továbbra is december 11-ig vannak érvényben a koronavírus miatt bevezetett szigorító intézkedések. Az országgyűlés döntése a veszélyhelyzetet hosszabbította meg 2021. február 8. napjáig. Nem csak bevásárolnak nekik, a gondoskodó szolgálat önkéntesei praktikus információkkal is ellátják a telefonálókat. Jövő héten újra elindul a Cédrus Net Haló Itt vagyok elnevezésű beszélgetőtárs szolgáltatása is. Csak hőmérséklet ellenőrzés után léphetnek be a rászorultak a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Hoffman János utcai nappali melegedőjébe és hajléktalan szállóiba, a népkonyhán pedig csak dobozolt ételt adnak ki. Önök a híres híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Hamarosan folytatjuk a kiemelővel. Mai magazinunkban vendégünk lesz Kőházi Fanka Deli Ferenc, akivel legújabb daláról beszélgetünk. Bemutatjuk, milyen szájmaszk típusok léteznek, és hogyan kell helyesen használni azokat. Végül foglalkozunk a téli gumicsere idei helyzetével is. Olvassák és nézzék hírportálunkat a cím híres.hu. A híres híreket 20 óra 50 perckor, 22 óra 30 perckor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 8 óra 50 perckor ismételjük meg. A kecskeméti tv.hu weboldalon pedig bármikor megtekinthetik. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezzünk, tartsanak majd akkor is velünk. Köszönöm a mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Csütörtökön a köd helyenként megmaradhat, másút hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Estétől északnyugat felől megvastagszik a felhőzet, napközben szitálás előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 12 fok között várható. Pénteken megvastagszik, majd napközben felszakadozik a felhőzet, hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, másút több lesz a felhő. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 6, a legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 9 fok között várható. Szombaton általában kevés lesz a felhő, sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem várható. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka 0 és 5, nappal 3 és 7 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.